Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Először a vendég KTL Unaszfalt csapatának játékosát, Molnár Dánielt kérdezem, hogy hogyan látod a mérkőzést. Pár szóval légy szíves. Először is szeretnék gratulálni az oroszlány csapatának. Éppen ilyen nehéz mérkőzésre készültünk és számítottunk. Itt mindig nagyon nehéz nyerni, a szurkolók ma is nagyon jó hangulatot teremtettek. Sajnos rosszul kezdtük el a mérkőzést, rossz volt a dobó százalékunk. Ami pozitívum, hogy utána még vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, de a végén mi hoztuk a rövidebbet. Köszönöm szépen. A hazai csapat részéről Garabvölgyi Ákost kérdezem. Értékelte és pár szóval találkozott, légy szíves. 11 ember sikerült rotálnunk ugye a mérkőzésen, ennek ellenére nem volt nagy iram. A Kecskemét ugye évek óta kontrollált játékot játszik, most is végig sikerült szinte kontrollálni. Az utolsó percben sikerült eldönteni az egész meccset. Védekezésre figyeltünk egész héten, próbáltunk javítani, próbáltunk új dolgokat kipróbálni, úgy látszik sikerül. Köszönöm szépen. A két vezető edzővel folytatnánk, megkérném Forrai Gábort, hogy értékelje egy pár szóval találkozót. Gratulálok a oroszlánnak, hiszen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Csodálatos csarnokba, csodálatos hangulat, amit egy jó csapattal játszottunk, úgyhogy megérdemelték. Kicsit szomorú vagyok, és egyben büszke a játékosra, hiszen 8 nap alatt ez volt a harmadik mérkőzésünk. Mindig nagyon kemény volt, ebből kettő idegenbeli. És gyakorlatilag az első mérkőzésnek az első periódusában nem játszottunk jól. A védekezésünk az úgy, ahogy működött, de támadásban nem voltunk jók, de kicsit ilyen álmosak voltunk, nem voltunk elég élesek. Második félből változtattunk. Akkor egy-két kinti dobásunk be is esett, de alapvetően ma nem dobtunk jól kintről, és ez meg is pecsételte a sorsunkat, hiszen a végjátékban, a kursz szituációban is gyakorlatilag eldönthettük volna a meccset, úgyhogy izgalommentesen tisztelő dobásaink voltak, de hát kimaradtak. Attól függetlenül az oroszlán viszont nagyon nagy harcolt, tehát bebrusztolták szó szerint, hogy főleg az Ákos uratulat neki, hiszen bentről, kintről, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a pozitív, hogy egy magyar játékos volt a nálam nyerő ember, egyértelműen ő volt. Úgyhogy nincs más hátra, gratulálok. A posábban a szurkolóknak pedig boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, aki a posábban szeret. Köszönjük szépen. And finally, I would like to ask the head coach of the home team, Sebastian Krasovets, please tell us something about tonight's event. Okay, first I want to thank our fans for a great atmosphere again. First half we did great on defense, but then the beginning of third quarter we somehow stopped playing and we allowed them to take the lead. We couldn't make any shots from outside. They used this, they went under all the screens and allowed us open all the time, so we didn't get any assists. Thankfully then Eric Washington pulled the wagon and Ákos with that first three, finally 16-2 three-pointers. And we get a win, so we are very happy with that. This was a total hustle and defense win, so you need these kind of wins. After two losses, it's very important win for us. In the end, we were a bit lucky, but win is a win. We now very important game for us in Jasperin, and in the end, I want to wish all our fans and supporters, sponsors, Merry Christmas, and we'll have one more press conference before the new year. So. Okay, thank you so much. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Good luck. Sikert.